Néhány hónap múlva köztársasági elnököt választ az országgyűlés, bár a néppárti választást preferálnánk mi magunk. A Mi Hazánk Mozgalom államfőjelöltje a nemzet egységét is megtestesítő felvidéki történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, dr. Popey Gyula. Vezetői alkalmasságát a Károli Gáspár Református Egyetem rektor helyetteseként is bizonyította. Életútjában nincsenek varga betűk, közéleti szerepvállalása során mindig kiállt a magyarság ügye mellett, többször komoly egyéni áldozatokat is vállalva. Popey Gyula például az egyetlen magyar pozsonyi általános iskola és gimnázium igazgatója volt 1991-től 97-ig, amikor a magyar ellenes Mecsiár kormány kirúgatta, mert a kétnyelvű bizonyítványok állami betiltása ellenére Popey Gyula ragaszkodott a magyar nyelvű közokiratok kiállításához. A nemzeti ellenállást hőseként tekintett rá a magyarság akkor, az első Orbán kormány mégis hagyta, hogy 25 hónapig állástalan legyen. Végül Raffay Ernő segítségével lehetett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Jelenleg a Mi Hazánk Mozgalom értelmiségi holdudvarából alapított Fekete István Szabad Egyetem igazgatója is. Most pedig itt van közöttünk államfőjelöltként. Következzen tehát dr. Popey Gyula! Fele barátaim, drága magyar testvéreim! Nem kis meghatódottsággal szólok hozzátok ezen a jeles napon. Akik itt vagyunk, valamennyien emlékezni és ünnepelni gyűltünk össze. Felidézzük 1956. októberének és novemberének tragikumunkban is dicsőséges napjait, amikor megalázott és gúzsba kötött nemzetünk egy kétségbe esett felkiáltással elég volt, megpróbálta lerázni magáról a szolgaság és a nemzeti elnyomás jármát. Nem vitás, hogy ez emberfeletti és eleve reménytelen kísérlet volt a részünkről. A világ politikai vezetői álmélkodással és döbbenettel figyelték szembeszegülésünket a bennünket megszállva tartó idegen elnyomó hatalommal, valamint annak hazai helytartóival, de minden segítő szándék nélkül szemlélték magányos és tragikus küzdelmünket. Vajon megértette, felfogta-e a világ nemzetünk szabadságvágyának gyökereit, valamint a fegyveres ellenállásának rúgóit 1956-ban? Egy biztos. Megrendülten vették tudomásul a Budapesten történteket, de voltak éppen szabad kezet biztosítottak az elnyomó szovjet hatalomnak szabadságharcunk kíméletlen vérbefolytásához. A magyarok vérének hullása nem fájt sem az amerikai, sem a nyugat-európai politikusoknak. A közép-európai szovjet csatlós szocialista államok vezetőkörei pedig kimondottan örültek a mi leveretésünknek. Kedves barátaim! Nem kell különösebben hangsúlyoznom, hiszen ennek valamennyien tudatában vagyunk. Nemzetünk sorsának alakulása a 20. században nem sikertörténet. Legfeljebb csak annyiban az, hogy egyáltalán túléltük keserves megpróbáltatásainkat, és ha nemzeti mi voltunkban lesújtottan is, de mégiscsak megértük a 21. századot. Mert nézzük csak! A boldog békeidők véget értével 1914-től részt kellett vennünk az első nagy világégésben, amelyet trianoni megcsonkításunk követett. Alig 20 év múlva ránk szakadt a második nagy kataklizma. Ennek lett a következménye a mi alábetegségünk, a térség új teljhatalmú urának, a sztálini Szovjetuniónak. Mintha egy sátán játékot üztek volna velünk a világ sorsának láthatatlan irányítói. Az 1945. évi leverettetésünk, kifosztásunk és megalázásunk után a Szovjetunió továbbra is megszállva tartotta hazánkat, miközben Sztálinék
a nyakunkra ültették komprádor helytartóikat. Az 1956. évi szabadságharcunk legmerészebb célkitűzése volt az idegen hatalom kiszolgálóinak leváltása és elkergetése, valamint a megszálló katonaság eltávolítása hazánk területéről. Ez jelentette volna számunkra a vágyott nemzeti függetlenség visszaszerzését. Nemzetünk tehát 1956. októberében büszkén és merészen felemelte a fejét, és szemébe nézett a végzetnek. Bár ez a szembenézés akkor a vereségünkkel végződött, de hosszú távon, történelmi léptékkel mérve az időt, ez mégis a mi erkölcsi fölényünket és győzelmünket jelentette. Lám Petőfi Sándor 1849. januárjában megfogalmazott és papírra vetett szavai 1956. novemberében újfent csak mireánk magyarokra vonatkoztak. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely midőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Tény és való, 1956-ban mi voltunk a csendes Európában az erkölcsi erő és a pislákoló remény egyetlen sugara, amely felvillant a kommunista diktatúrák sötét éjjelén. Legyünk rá büszkék, hogy mi voltunk az a tevőleges akarat, amely akkor szembeszegült Moszkva zsarnoki kommunista hatalmának. Honfitársaim! A szovjet birodalom minden hatalmával egyetemben alámerült a történelem süllyesztőjében. De íme, mit tapasztalunk? Az akkori komprádorok biológiai és szellemi utódaiból napjainkra kitenyésztődött egy újabb nemzetellenes lobby. Ez az idegen szívű réteg készséges végrehajtója a bennünket most is tönkretenni, majd felszámolni igyekvő láthatatlan világhatalom politikai, gazdasági és ideológiai törekvéseinek. Ezt az erőt, valamint annak hazai megnyilvánulását baloldali liberalizmusnak hívják. Ez a lobby az utasításokat most nem Moszkvából, hanem Brüsszelből kapja. A szándék azonban egy és ugyanaz. Biztosítani az idegen uralmat nemzetünk és hazánk fölött. Az 1956. évi szabadságharcunk emléke arra ösztönöz bennünket, hogy minden erőnkkel szegüljünk szembe ezzel az idegen érdekeket fenntartás nélkül kiszolgáló, haza és nemzetáruló irányzattal. Ne feledjük, hogy Magyarország a mi édes hazánk, minden magyar ember pedig nemzettestvérünk. Még azok a megtévesztettek is, akik most még nemzetellenes utakon tévelyegnek. Kérve kérek mindenkit, véssétek szíveitekbe az író Szabó Dezső örökérvényű intelvét, minden magyar felelős minden magyarért. Kölcsey Ferenc, költő és politikus 1833-ban Pozsonyban megfogalmazott rövid epigrammája pedig a következőkre tanít bennünket. Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak, hagyd örökül, ha kihújsz, a haza minden előtt. Köszönöm a figyelmet.